egy olyan programunk, majdnem azt mondtam, hogy bemutatásánál, de tulajdonképpen folytatásánál vagyunk, egy fontos állomásához érkeztünk, amelyekre igazán büszkék vagyunk. Éppen itt tanakodtunk polgármesterről is, hogy akkor mióta tart a szociális földprogram ilyen vagy olyan formában az országban, de büszkén mondhatjuk, hogy most már több mint 15, vagy akár majdnem 20 éve, és egy olyan programnak bizonyult, amelyet a 2010-es kormányváltás után is, bár felülvizsgálva, bizonyos elemeiben megváltoztatva, mi jó érzéssel és elszántan folytattunk. Egy olyan kezdeményezésről van szó, amely sok szempontból mint a projektnek, mint a programnak tekinthető, hiszen a Start közmunkaprogramban is van hasonló komponens, viszont arra szolgál, már szolgál, illetve erre szolgált az elmúlt években is, hogy mintegy kikísérletezze azokat a módszereket, azokat az irányokat, amelyeken keresztül részben a közfoglalkoztatásban, de ahogy szoktunk fogalmazni, a szociális gazdálkodás irányába lehet alapvető lépéseket tenni. Számos példa van itt a régióban is, a szűkebben magában a járásban, a szikszói járásban, de Délnyugat-Magyarországon is ennek az ilyen típusú kezdeményezések sikerére. Talán emlékeznek, hogy tavasszal Faddon tartottunk erről tájékoztatót. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is 180-an jelentkeztek, illetve pályáztak, és ebből 151 pályázatot támogatni is tudtunk. Ez azt jelenti, hogy összességében csak nem ennyi település, illetve közösség, illetve a duplázódások miatt ennél picivel kevesebb, több száz érintett, illetve áttételesen ennél több család vesz részt ebben a programban, amely tavaly óta három komponenssel, illetve idén tavasztól három komponenssel került meghirdetésre. Tehát mondjuk, hogy az alapul szolgáló közfoglalkoztatáson alapuló földprogram mellett van egy úgynevezett eszközbeszerzési és fejlesztési, illetve egy kisállat és értékesítési lába is. Mi ez utóbbira vagyunk talán a legbüszkébbek, hiszen a célja a szociális földprogramnak nem pusztán a közfoglalkoztatás, hanem az, hogy olyan fenntartható és hosszú távú megoldásokat kínáljon a helyben élőknek, amelyek nem pusztán még egyszer foglalkoztatnak, hanem egyéb aktivitásra is ösztönöznek, tehát a továbblépés felé, ha úgy tetszik, a piaci továbblépés felé viszik ezeket a kezdeményezéseket. Itt látom polgármesterről, akit bólogatnak is a háttérben, ők tapasztalhatják is azt, hogy azzal, hogy ezeket a helyi terményeket, ezt gyorsan mondjuk el talán a legeslegelején, többnyire a közétkeztetésben, a szociális intézményekben, illetve ha szükséges is az önkormányzatok, az ebben együttműködő partnerek úgy gondolják, akkor akár természetben egyfajta szociális rászorultsági alapon vissza lehet juttatni azoknak a társadalmi rétegeknek, akiknek a program eleve is szól, tehát a leghátrányosabb helyzetű régiókban, a halmozottan hátrányos helyzetben élők számára nyílt meg ez a program. Én azt gondolom, hogy azok a számok, amelyek itt a részletekről tanúskodnak, és én arra kérném meg, hogy erről Sztojka Attila főosztályvezető mondjon néhány szót, azok magukért beszélnek, és hát természetesen a szándékunk az, hogy tovább folytassuk ezt a kezdeményezést. Egy nagyon fontos számot el kell mondani, az előző év 170 millió forintjához képest 250 millió forintot tudtunk idén felhasználni a nagy érdeklődésre való tekintettel. Attila. Köszönöm a lehetőséget. Azt gondolom, hogy valóban, amikor a szociális földprogramról beszélünk, akkor egy olyan programról beszélhetünk, amely a felzárkózás politikának egy nagyon fontos eszköze, hiszen egy olyan komplex beavatkozást mutat, amely mind a belépést elősegíti, és mind a tovább lépést is. Ahogy államtitkár úr is fogalmazott, mi nem csak egyfajta lehetőséget kívánunk adni, hanem egy jövőképet is. És a jövőképnek volt ugyebár egy komponense, ez pedig a eszközfejlesztés, piacra jutás segítő elem, ez már tavaly is megjelent, de igazából azt tapasztaltuk, hogy az idei év volt az, amikor is erőteljesebben megjelent, és a pályázók is érezték ennek lehetőségét. Ennek keretében az elkövetkezendő évben nagyon sok szociális boltok fognak létrejönni, egyfajta piacot fognak kialakítani saját maguknak, és a helyben megtermelt javakat a lakosság számára is elérhetővé fogják tenni. Ugyanakkor a családok számára is biztosít a program egyfajta megélhetési lehetőséget, hiszen a háztáji kisállattartási projekt keretében közel
17 ezer, pontosabban több mint 17 ezer kisállatot fogunk elhelyezni, illetve támogatni a családok számára. Ez is az önfenntartáson túl egy másfajta élet szemléletet kíván megerősíteni, és a továbbiakban is elősegíteni. A komponenseket tekintve, hogy egy pár számadatot mondhatnék, először is fontos megjegyezni, hogy közel 200 ezer főről beszélünk, akik közvetlenül a programban érintve lesznek, hiszen a településeket, hogyha összeadjuk, és az ő lakosság számukat, akkor közel 200 ezer embert érünk el. A projekt keretében az első év volt az, amikor nem csak az országos munkanélküliségi átlaggal sújtott települések vehettek részt, hanem köszönhetően a forrásnövekménynek már azokat a településeket is el akartuk érni, és szerencsére ebbe is vált ez a fajta célunk, amelyek veszélyeztetve vannak a munkanélküliséggel, de még mindig a munkanélküliségi átlag fölött van. Tehát egyfajta prevenciót is szolgált a program, és azt az elkövetkezendő időszakban is ezt a szakmai álláspontot fogjuk mindenképpen képviselni. Ahogy még egy kicsit számadatokra visszatérhetek, közvetlenül a program 800 fő, közel 800 fő, pontosabban 799 főnek fog közvetlenül is munkát biztosítani, és megélhetést, fizetéshez fogja őket segíteni. De ha még számadatokat mondhatunk, akkor több mint 8000 vetőmagcsomag kerül majd kiosztásra, a családok száma több mint 3000 főt tesz ki, pontosabban 3000 családot. A felhasznált földterület, tehát megművelésre bevont földterület több mint 400 hektárt fog tartalmazni. Én előzetesen ennyit szerettem. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy polgármester úrnak is átadnám a szót, már csak arra való tekintettel is, hogy itt a szikszói kistérségben önmagában 10-en nyertek ezen a pályázaton. Ez mutatja, ha úgy tetszik, a beágyazottságát és a hagyományát ennek a programnak. Néhány szóban azt gondolom, hogy ő össze tudja foglalni azokat az eredményeket és reményeket, amelyet ez a program ad. Kettős minőségbe köszönteném a jelenlévőket és a tévénézőket is. Egyrészt, mint Homra község polgármestere, aki 19. éve működtetjük a Szociális Föld programot. Úgy fogalmazunk mi erről, hogy a szociális ellátórendszernek a legaktívabb eleme, mert hogy a kedvezményezetteknek aktívan részt kell abban venni, nem csak felhasználni és elfogyasztani, hanem a kedvezményezett családoknak dolgozni is, most meg már ugye foglalkoztatott formában is dolgozhatnak benne. Tehát én azt gondolom, hogy kiállt az időt, és mi minden ilyen dolognak azért fejlődni is kell, és az ezévi programokba, vagy programkiírásba, pályázatkiírásba is már ez benne volt. Tehát Homlódon 19 éve, és a térségben mások is hasonló, Halmajközség, Lé, Rásonyság, Perencs, ezek a települések ilyen nagyságrendben van 11 éve működtetnek. Másik minőségem az a Szociális Földprogramok Országos Szövetségének vagyok az elnöke. Minden ilyen dolognak kell egyfajta érdekvédelem. Itt nekünk nem elsősorban az érdekvédelmet, és nem harcolnunk kellett a mindenkori kormányzattal, hogy támogatott legyen. Azon harcoltunk, hogy minél nagyobb összeggel legyen támogatott, hanem szakmai együttműködés volt a legfontosabb, és én most is ezt tartom a szövetség részéről a legfontosabbnak, hogy szakmai együttműködést valósítsunk meg folyamatosan, hisz fontosnak tartjuk, hogy minden olyan területen, ahol még időszerű ez a feladat, és sajnos nem okafogyott a szociális gondoskodásnak ez az eleme, sajnos, hogy nem, oda eljusson ez a program. Másik dolog pedig, akik részt vesznek vagy pályáznak a programba, egy nagyon komoly monitoring rendszerrel számot adjanak, mert nem szeretnénk, a jól működtetők nem szeretnénk, ha lejáratnák, hogy ez egy könnyen elérhető pénzről van szó. Aki ezekhez a pályázati pénzekhez hozzájut, az adjon szigorúan számot arról, hogy mire költötte. Ezt én fontosabbnak tartom. Nagyon fontos elemének tartom, és talán ebbe az irányba majd egy kicsit fejlődnünk is kell, mert nőtt a paletta, sok az új, és az újaknak is meg kell tanulni azt a magatartásformát, amit 11 néhány éve. Úgyhogy egy élő, fontos,
szükséges programról van szó, amely a leginkább rászoruló embereknek nyújt segítséget, és mi azon vagyunk, hogy egyrészt szakmailag ez jó legyen, jó együttműködést valósítsunk meg a mindenkori kormányzattal, és mi egymás között működtetők is jó kapcsolatokat tartsunk fenn. Köszönöm szépen. Még talán egyetlen dolgot tennék itt a végén hozzá, hogy idén egy részben az, ugye az átgondolás kapcsán is, de egy kicsit fel is gyorsítottuk a pályázati folyamatot, tehát majdnem 3 hónappal hamarabb tudunk most eredményt hirdetni, illetve tudjuk biztosítani azt, hogy a programok mintegy zökkenőmentesen folytatódjanak, hiszen gyakorlatilag az összes korábban résztvevő valamilyen formában tudta folytatni a tevékenységét. És örülök, hogy polgármester úr kiemelte itt a monitoring rendszernek a kiépítését, hiszen az a tapasztalatunk, hogy egyrészt egyébként a főleg a régebben működőknél azért egy bejáratott, jól ellenőrizhető folyamatról van szó, másrészt pedig szinte az érintettek részéről is elvárás ez. Sok helyen jártunk, görög szállást említeném meg itt a legutóbbi, talán tavasz végi látogatáskor, ahol fóliáznak, vagy fóliás termelést folytattak, ahol külön kérték, hogyha csak egy mód van rá, akkor támogassuk őket, mert ez számukra fontos, és a közösség számára is fontos. Talán ez a legfontosabb elem, hogy nem pusztán az érintettek, a foglalkoztatottak, hanem a helyi közösségek is erősödnek ezen kezdeményezés révén, illetve ezáltal. Szerintem ennyit szeretünk volna röviden és összefoglalóan mondani, hogy természetesen, hogyha van kérdésük, illetve egyedi interjú kérelem, akkor állunk rendelkezésre. Van-e kérdés? A Szociális Földprogramban idén a tavalyi 170 millióhoz képest 250 millió forinttal hirdettünk pályázati lehetőségeket. 180 pályázóból 151-en nyertek támogatást, egészen pontosan 3 komponensben, hiszen a klasszikus földműveléssel kapcsolatos pályázat mellett idén eszközbeszerzése, illetve fejlesztésre, valamint értékesítésre és kisállattartásra is indítottunk pályázatot. Ez azt jelenti, hogy összességében több száz ember közvetlenül, és több ezer ember áttételesen kapcsolódik ehhez a programhoz, és 3 hónappal korábban sikerült idén, talán ez is egy fontos dolog megemlíteni, meghirdetni magukat a pályázatokat, illetve eredményt hirdetni, ezzel is biztosítva a folyamatosságot, illetve ennek a programnak a jövőjét.